Kumisz, nézd! Sziasztok, kijöttem a Dunapartra, és kumisz, ahogy várni lehetett, mert benn is van a vízben. Ami persze nem csoda figyelembe véve, hogy a kutyák és a fókák viszonylag közeli rokonai egymásnak. Igen, a fókák. Mondjuk a víz szeretetének és a rokonságnak nincsen túl sok köze egymáshoz, de azért mégiscsak furcsa belegondolni. Úgyhogy ebben a webizódban jöjjön 5 olyan állatrendszertani érdekesség, amire egész biztos, hogy nem gondoltál. Vagyis pontosítok, ha valamelyik nagyobb portál megosztotta volna ezt a videót és onnan tévedtél volna ide, akkor nyilván te ezeket már mindent tudtad, én pedig a világ egyik legostobább embere vagyok, hogy ezeket nem tudtam. Ja, és igen, ez a videó az en dolog, amit nem tudtál valamiről típusú videóknak lesz a feldolgozása a saját maga módján, amiről tudjuk, hogy nem létezik, mert ez tulajdonképpen csak Magyarósi Csaba teszkósított low budget változata. Na mindegy, lépjünk is ezen túl. A kutyák és nyilván ennek megfelelően a farkasok is közelebb állnak a fókákhoz, mint a házi macskákhoz. Ugyanis mindketten a ragadozók rendjének ugyanabba az alrendjébe, a kániformiába tartoznak. Szóval a fókák kutya alkatúak. A nyest és a nyuszt nem csak a nevükben és megjelenésükben hasonlítanak, de mindketten a mennyétfélék a Mustelidae családjába, azon belül is a mennyétformák Mustelinae alcsaládjába tartoznak. De nem is ez az igazán érdekes, hanem az, hogy a képeken egy görény és egy hermelin volt, amit jó eséllyel nem vettetek észre. A képen egy hiéna látható, amit erős túlzással le is cicázhatnánk. Igen, szemben a medvékkel, fókákkal és mosómedvékkel a hiénák nem kutya, hanem macska alkatúak. A ragadozók feliformia alrendjébe tartoznak. Hiába úgy néznek ki alkatra, mint a kutyák. A biológusok néha egészen furcsák tudnak lenni. És ha már úgyis itt vagyok a Népszigeten az állatparkban, ezek a kecskék ugyanúgy párosújú patások, mint a delfinek. Vagyis nem pont ugyanúgy, mert itt a rendszertanosok is vitatkoznak, hogy a cetek, a cetácea és a párosújú patások, az artiodaktila, vajon egyrendbe tartozzanak-e cetartiodaktila néven. Minden esetre az igaz, hogy Csubik közelebb áll Willihez, mint mondjuk kincsemhez. És végül a legérdekesebb, ami talán a legkevesebb embernek tűnt fel, hogy a Toxocara canis és a Toxocara cati voltak éppen két teljesen különböző faj. Mondjuk egy felületes szemlélő tényleg rávághatja, hogy ugyanarról az állatról van szó, pedig tényleg csak rájuk kell nézni. De komolyan, aki erre nem jött rá magától, az... na mindegy, hagyjuk is. A lényeg, hogy iratkozzatok fel, nézzetek korábbi videókat, hagyjatok kommentet odalent, és nézzetek sok-sok férget. Sziasztok!